Három tavaszi italt fogunk elkészíteni, alkoholmentes koktélokról van szó. Ezeket az italokat otthon is könnyen el tudják készíteni, nagyon egyszerű összetevőket tartalmaznak. Ha valaki esetleg valamelyiket hiányolná, akkor a fantáziájára bízzuk, hogy mivel helyettesíti. Gyakorlatilag friss gyümölcsök, egyszerű szörpök is helyettesíthetik ezeket az összetevőket. Nézzük az első italunkat, ami egy zöld kísértés lesz. Ez igazából három alap szirupból tevődik össze, zöldalmából, bodzából és mandulaszirupból. Friss lime-ot fogunk hozzá használni, illetve 1000 méter mélyről ásványvizet. Legelső lépés, ugye a koktélok alapja a jég, a poharat teletöltjük jéggel. 2 cent zöldalmaszirupot fogunk benne használni. 1 cent bodzaszirupot teszünk bele. És tényleg csak a íze miatt egy 1/4 cent mandulaszirup, ami éppen hogy egy pici ízt fog adni az italunknak. Utána jön 1 cent frissen facsart lime lé. Jön a buborékmentes ásványvíz, amivel összerázom az összetevőket. Ezután jöhet az ásványvíz. Felkeverjük az italunkat. 2 darab szívószálat helyezzünk az ital aljára. És akkor most jöhet a díszünk, ami megkoronázza ezt a csodálatos zöld italt. Kedves egészségükre! Következő italunk egy élénkítő almáspités limonádé lesz. Az alap összetevőnk egy Cascara névre hallgató, ez a kávé gyümölcshúsa, ami 4-szer annyi koffeint tartalmaz, mint a kávészem, és ebből készítünk egy nagyon egyszerű gyümölcsteára hasonlító főzetet. Ezt az alapanyagot bármilyen modern kávézóban be lehet szerezni, ha esetleg véletlenül nem lenne, akkor nagyon egyszerűen fekete teával tudják helyettesíteni. Következő alapanyagunk almás pite szirup lesz, és megint csak buborékmentes ásványvíz. Ahogy minden koktélt, ezt is nagyon sok jéggel fogjuk elkészíteni. Forró összetevő miatt plusz fontossága van a jégnek, ugyanis nyáron ez egy kiváló hűsítő ital lehet. Következő összetevőnk Cascara, az almás pite szirup. Ezt ízlés szerint lehet adagolni, ehhez a pohár mérethez én 1,5 centet javasolnék. Nagyon fontos a limonádé következő összetevője, ugye a citrusfélék. Ehhez az ízvilághoz én a lime-ot javasolnám. Elengedhetetlen a buborékmentes ásványvíz. Jó alaposan felkeverjük. Majd szívószállal, illetve egy úgynevezett fizalisszal fogjuk díszíteni az italt. Ez a növény teljesen ehető, a paradicsomfélék családjába tartozik, és egy nagyon szép minimál díszt biztosít az italunk tetejére. Következő ital, amit el fogunk készíteni, az egy mézes gyömbéres álom lesz, ami amellett, hogy nagyon finom, egészségmegőrző hatása is van. Következő alapanyagokat fogjuk felhasználni, frissen vágott gyömbér, méz, buborékmentes ásványvíz és narancsszörp. Első lépésként friss gyömbért fogom belerakni a poharunkba. Rögtön utána a mézzel folytatjuk. Egy nagyon pici narancsszirup, 1 centiliter. Kevés vizet adunk hozzá, hogy ezt az elegyet fel tudjuk lazítani. Törőfával megdolgozzuk egy picit a gyömbért, hogy az értékes anyagokat kinyerjük belőle. Következő lépésként megint csak jeget adok az alapanyagokhoz, majd megint buborékmentes ásványvizet adok hozzá, és teszünk bele citromot. Majd, ha összedolgoztuk az alapanyagokat, jégre töltöm az összerázott elegyet, feltöltöm pohár felső részéig buborékmentes ásványvízzel, megmozgatjuk az ital alját, és a legvégén gyömbérlegyezővel fogom díszíteni az italt.